Sziasztok, kedves barátaim! Már mondtam azelőtt, hogy fogunk mesélni könyveinkről, amit szeretnék nektek ajánlani. És első, amit szeretnék mondani, ez nem biznisz, nem én fogok meggazdagodni ezeken a könyveken, vagy valaki más, egyáltalán nem, hanem ez a szolgáltatásunk nektek. Próbáljunk tovább adni tudást, amelyik saját életünkbe kipróbáltunk, gyakoroltunk és tapasztaltunk, és ezért a tapasztalatunkat úgy tudjunk veletek megosztani, hogy adjunk ezeket a könyveket, ami által majd tudtuk ti is kapni lelki élményeket. És első könyvem, ami nektek ajánlom, ez a Önmegvalósítás tudománya, nagyon csodálatos könyv. Ezért ajánlom ezt a könyvet elsőként, mert én is még 90-es években elsőként elolvastam ezt a csodálatos könyvet, és a könyv teljesen helyre rakta nekem a agyamat. Mert sok kérdésem volt nekem, hogy ki az Isten, mert vannak sok elképzelés, hogy Isten valami ragyogás, akkor van elképzelés, hogy Isten valami természet, az energia, a rezgés, a vibráció. Valamikor halljunk azt a szót, hogy Isten a legnagyobb, de mit jelent, hogy legnagyobb, vagy Isten nagy. Aztán Jézusról is hallottunk, de hogyha találkozunk keleti könyvekkel, keleti bölcsességekkel, akkor mi a kapcsolat Jézus és keleti bölcsesség között. Ez a könyv mindenre ad választ. Nagyon csodálatos könyv. Elsősorban miért csodálatos, mert aki szerző, aki írta ezt a könyvet, ez a Srila Prabhupád, ő a szent ember, ezért a könyv rendelkezik csodálatos tudással, mert ő meg volt hatalmazva azzal, hogy megosszon ezt a tudás energiát, a tudásunkat. És csak egy pár dolgot mondanék röviden, hogy miről szól a könyv. Hát a lelki tudományról. Elsősorban arról beszél ez a könyv, hogy lelki téma az nem egy valami hit, hanem ez egy tudomány. Beszél kik a személyek, akiket érdemes követnünk, kik a lelki tanítómesterek, vagy most már divatos szó guru, melyik guru hamis, vagy mondjuk csaló vagy sarlatán, és ki az igazi. Ez fontos, másképp nem tudjunk fejlődni, hogyha nem tudjunk különbséget tenni, ki az igazi, és ki nem az. Itt nagyon érthetően kapunk rá választ. Még egyszer mondom, másképp nem lehet sehol haladni, mert egy élő guru nélkül nagyon korlátozott lehetőségeink. Ezután beszél sok minden másról, de beszél Krisztus és Krisna. Ez is egy nagyon érdekes, mi a kapcsolat. Utána jógáról. Mik a igazi jóga gyakorlások a mai világban? Erről beszél. A következő, ezek ilyen nagy részek, amiről beszélek. A következő, amiről fogok beszélni, vagy amit olvasható ebben a könyvben, visszatérés az örök valósághoz. Érdekes, mi ez az örök, mi ez a valóság? Hogyha valaki kíváncsi, itt van ez a könyv. És akkor a tökéletesség elérése. Mi azt tanultunk, és hallottunk, és tapasztaltunk, hogy a világban mindenki hibázik, nincsen tökéletes ember, de mégis van egy másik véleménye, és az Istennek a véleménye, hogy mégis lehet lenni valaki tökéletes, és tud tökéletesen végezni a saját feladatod. Ezt a könyvet mai napon nektek ajánlom. Itt látjátok a képernyőkön a címet, amelyikre lehet írni és kérni, hogy küldjünk könyvet. A többi könyvről a következő videóban majd nektek mesélek. Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyetek boldogok a csatornára, iratkozzatok fel, lájkoljatok a videót, és minden jót kívánok. Hare Krishna!
Azokon könyveken kívül, amit bemutatom nektek, van, látjátok, sokkal több, van kisebb könyvek, nagyobb könyvek, amit ajánlanék számotokra, és vannak ugyanakkor magazinok, itt lehet látni a magazin, ami ajurvédáról szól. És ugyanakkor van karmáról, többféle témáról lehet írni, és akkor akar több sorozat, egész sorozat magazinunkat tudjunk küldeni címetekre. És hogyha már megvan összes könyvetek, gratulálok, nagyon csodálatos. Hogyha még olvasol és a könyveket, akkor rendkívüli szerencsés vagy, de hogyha csak ott állnak a polcon, akkor is nagyon jó, mert ezek a könyvek különleges lelki energiával rendelkeznek, sok ember tapasztalja is. Ugyanakkor szeretnénk még ajánlani neked, hogy ezeket a könyveket lehet venni valakinek ajándékba. Barátoknak, rokonoknak, férjnek, feleségnek, testvérnek, mint bárkinek, mert ezek a könyvek képesek megváltoztatni másoknak életét, életünket, az én életem már megváltozott. Ez nem jelenti, hogy mindenki legyen szerzetes, nem kell, mindenkinek kell menni saját úton, és ez mellett tudjon boldog lenni és sikeres. Ez a lényeg, ezért lehet rendelni a könyveket és ajándékozni mindenkinek.